Bátaszéken a gazdasági lehetőségek figyelembevételével több forrásból is támogatják azokat, akik felsőoktatásban tanulnak tovább. A cél az egyrészt, hogy segítsék a családokat, másrészt újabb kötődést építsenek ki a fiatalok és a város között annak érdekében, hogy a megfelelő jól képzett fiatal szakemberek visszatérjenek, és itt vállaljanak munkát vagy tervezzenek családot. A támogatási rendszerek között az egyik a Burza Hungarica, mely egy olyan pályázati rendszer, melyben a hátrányos helyzetű, rászoruló diákok kaphatnak segítséget. A kiírás szerint mindenki pályázhat, aki nappali tagozatos, teljes idejű jogviszonnyal rendelkezik, vagyis nem számít, hogy állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában, illetve felsőoktatási szakképzésben tanulnak-e. Az elmúlt években közel azonos számú, megközelítően 20 kérelmező fordult az önkormányzathoz támogatásért. Ez alól az elmúlt esztendő volt kivétel, akkor lényegesen kevesebben nyújtották be igényeiket. Ebben az évben is arról döntött a képviselőtestület, hogy 1 millió 600 ezer forintot különít erre a pályázatra, az ösztöndi pályázatra a jövő évben. A és B típusú ösztöndi pályázatra pályázhatnak a tanulók. Az A típusúra azok lesznek jogosultak, akik bátaszéki állandó lakóhelyen rendelkeznek, nappali tagozaton folytatnak felsőoktatási tanulmányokat, részükre 10 hónapra lehet megállapítani az ösztöndíjat. A B-típusú ösztöndi pályázatra azok jelentkezhetnek, akik még nem érettségiztek, érettségi előtt állnak, vagy pedig leérettségiztek, de még nem nyertek felvételt felsőoktatási intézménybe. Részükre 3x10 hónapra lehet ezt az ösztöndíjat megállapítani. Olyan diákok is jelentkezhetnek, akik a következő tanévben szeretnék megkezdeni felsőoktatású tanulmányaikat. Ők azonban csak azután kaphatják meg a támogatást, hogy bekerültek a megjelölt intézménybe. Az EPER Burza felületén kell regisztrálni először a tanulónak, ezután kitölteni az ottani űrlapot, azt kinyomtatni és aláírással benyújtani itt a hivatalban az önkormányzat részére. A pályázat beadási határideje november 3-a, és a képviselőtestület úgy döntött, a Város Szociális Bizottsága dönt majd a pályázatokról december 5-éig. Mivel ez egy szociális rászorultsági alapon nyújtott ösztöndíj, ezért fontos feltétel, hogy a pályázati kiírás szerint azok lesznek jogosultak, akiknél a családban az egyfőre jutó átlagjövedelem nem haladja meg a 128.250 forintot, árva, félárva, illetve tartósan beteg esetén, tehát hogyha a családban van tartósan beteg, akkor pedig a 142.500 forintot nem haladja meg az egyfőre jutó. A város által odaítélt támogatást a magyar állam minden győztes pályázó esetében maximum havi 5000 forinttal egészíti ki.